Sziasztok, köszöntelek benneteket! Nem jár jégen a lúd, így ez azt jelenti, hogy bízhatunk még a kemény télben. A következő időszak is a napos, ködös, felhős területek harcáról fog majd szólni, illetve éjszaka nagy területen lesz majd sűrű ez a köttakaró, így mindenképpen vezessetek óvatosan. A hétvégén viszont már némi változás körvonalazódik. Ma Márton napja van, így a népi jóslásokat egy kis prognózissal fűszerezve összeszedtük nektek a Facebookon, majd a kommentek között megtaláljátok ennek a linkjét. Nézzük meg inkább a légköri helyzetet. Most a 700 hektopaszkálos szintre vonatkozó légköri nedvességet láthatjátok. Jól látható, hogy az anticiklonnak a kora véget ér, és szombaton egyre nedvesebb léghullámok érik el a Kárpát-medencét. Ennek hatására pedig felhősebbre is, a Dunántúlon, illetve a nyugati területeken néhol egy kicsit csapadékosabbra is fordul majd az időjárás. Az előttünk álló éjszaka viszont marad minden a változatlan, nagy területen képződik majd köd, illetve réteg felhőzet, illetve az ország túlnyomó részén fagypont alatt alakulnak majd a minimumok, viszont itt a nyugati régióban kissé fagypont felett alakulnak majd a minimumértékek. Általában mínusz 5 és plusz 3 fok közötti minimum értékekre számíthatunk majd. A leghidegebb területek továbbra is főként északkeleten, a nyírség egyes részén, illetve a fagyzugos területeken lehetnek majd. Napközben nagyon hasonlóan indul a reggel, tehát nagy területen lesz majd párásság, illetve köd, itt a nyugati ország részben elsősorban rétegfelhőzet, és a nap folyamán a ködös területek, illetve a ködös rétegfelhős területek aránya fokozatosan zsugorodik, csökken, ezt követően pedig ki fog sütni majd a nap. Viszont itt a Nyugat-Dunántúlon tartósan beragadhat a rétegfelhőzet, ez egyébként az előrejelzett hőmérsékleti mezőn jól is látszik. Itt lesz egyébként a leghűvösebb, itt általában 6-10 fok között alakulnak majd a csúcsértékek, másút viszont általában 8 és 13 fok közé melegszik majd fel a levegő, viszont ahol beragadnak a kisebb ködmezők, ott nagyon kis területen belül hatalmas különbségek lehetnek a hőmérsékletekben. Számottevő csapadékra nem kell számítani, viszont a ködös tájakon gyenge szitálás, éjszaka akár még óna szitálás is előfordulhat. Ahogy már említettem, lesz egy kis változás, ugyanis nyugat felől egyre nedvesebb léghullámok érkeznek, most már a magasabb szinteken is, így elsősorban a szombati napon helyenként számíthatunk majd kisebb esőre, záporra, elsősorban az ország nyugati felén van erre nagyobb esély. Vasárnap is ez a csapadék egyre inkább megszűnik majd a nap második felére, és szintén már a hajnali órákban pára, illetve köd is képződhet majd. És ez a hétfői napra is igaz lesz, hétfőn is párásan, ködösen indul a reggel, és a szokásos napi menet fel fog majd állni, ugyanis egy újabb anticiklon épül majd kifelettünk. Ezen az előrejelzési térképen az 1500 méteres hőmérsékletet láthatjátok. Hát itt van az a nagy hideg mag, amelyet az előző pár napban már belengedtek az egyes portálok, hát ez szépen elhúz majd mellettünk, és egy kicsit átmeneti melegebb periódus következik, vagy hát enyhébb periódus, de már látszik némi változás, ugyanis a jövő hét második felétől ismét van esély egy kisebb fajta hideg leszakadásra, tehát lassan biztosan azért kezd egy kicsit téliesebbre fordulni majd az időjárásunk. Én ezzel köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!